Herman Leventére jellemző az, hogy ilyen fényképszerűek a képei, hogy mindig van egy sáv, amit élesen megfest, és az előtte és a mögötte lévő rész az homályossá válik. Herman Levente tűz című képe szinte hipnotizálja a nézőjét. Az apró részletek által fényképszerűvé váló festményen egy lángoló tűzcsap is megjelenik, amin a Happy Birthday Jesus felirat szerepel. A művész alkotásaira jellemző, hogy azokon a leghétköznapibb tárgyak és jelenségek is különleges jelentést kapnak. Az égfelő szálló lángok itt például azt jelképezik, ahogy Jézus feltámadt. Herman Levente Várfok galériában látható sorozatában gyakran felfedezhető egy-egy szakrális szimbólum. A művész azonban főként azt mutatja be, hogy milyen hatással van az ember a természetre. Herman Leventének főleg a mostani kiállítása a természetre fókuszál, elsősorban havas tájak jelennek meg, vagy olyan tájak, ahol megjelenik geometria, alakok is feltűnnek egyes képeken, ugye beépített természet a kiállításnak a címe, amivel utal a festő arra, hogy már alig van érintetlen természet, és mindenhol ott van az embernek a nyoma, és nehéz elvonulni, és nehéz tényleg egy tiszta természeti élményt kapni, kiszakadni a világból. A Várfok Galéria évelei kiállítása Váradi Róbert alkotásait is bemutatja. Ő gyakran dolgoz fel filozófiai elméleteket, amelyekre reagál is a festményein. A képeken megjelenik egyfajta bizonytalanság, amely a modern társadalom problémáinak és az életünkbe betörő digitális kultúrának is köszönhető. Nincsenek konkrét helyek a festményeken, az arcok pedig nem tükröznek érzelmeket. Váradi Róbert alkotásai arra világítanak rá, hogy milyen problémákat idézhet elő a valóság és a virtuális világ keveredése. Herman Leventénél van egyfajta narráció, és mindig azt érezzük, hogy egy történetmesélésnek a közepén vagyunk. Váradi Róbertnél egyszerűen nincs történet, tehát itt helyzetek vannak, és ő a képeiben az alak és a környezet kapcsolatát vizsgálja. Tehát megvan ez a kettősség, hogyha megnézzük a művein, teljesen hétköznapi alakok jelennek meg. Egészen konkrétan vannak ábrázolva. Látjuk, hogy fiatalabb nő, idősebb férfi mennek egymással szembe, de semmit nem tudunk leolvasni ezeknek az embereknek az életéről, a személyiségéről. Valahogy egy nagyon hűvös és távolságtartó ábrázolás mód az, ahogy Váradi Róbert közelít az alakhoz. A két sorozat látszólag jól elkülönül egymástól, mégis különleges párbeszéd alakulhat ki a különböző festésmódot alkalmazó más világnézetű művészek munkái között. A beépített természet és a bizonytalansági állandó című kiállítások február 18-áig láthatók a Várfok Galériában.